kísérlettel az elektromágneses indukció egyik típusát, a mozgási indukciót fogjuk vizsgálni. Ehhez szükség van egy tekercsre, amihez egy feszültségmérő műszert kapcsolunk. Jelenleg a műszer nem jelez feszültséget, ami nem meglepő, hiszen nincsen áramforrás ebben az áramkörben. Figyeljük meg a műszer mutatóját, miközben egy rúdmágnest mozgatok a tekercs belsejében. Először betolom a mágnest a tekercsbe. Lehetett látni, hogy a mutató jobbra kitért, majd ismét nulla helyzetbe került, most a mágnes a tekercs belsejében nyugalomban van. Kihúzom a mágnest, a mutató ismét kilendült és feszültséget jelzett, de most ellenkező irányba lendült. A mozgás iránya tehát befolyásolta azt, hogy merre lendült a mutató. Ez a jelenség, amit itt láttunk, a mozgási indukció. Feszültség indukálódott a tekercs két kivezetése, vagyis a vezeték végei között, annak hatására, hogy a mágnest mozgattam a tekercs belsejében, vagyis a mágnes és a vezeték egymáshoz képest mozgott. Megnézhetjük mindezt úgy is, hogy a mágnest nyugalomban tartom, és a tekercset mozgatom hozzá képest. Látható, hogy ugyanaz történik. Tehát az egymáshoz viszonyított mozgása fontos. Vizsgáljuk meg a továbbiakban, hogy a keletkező feszültség mitől függ, hogyan befolyásolható. Egyrészt a mágnes mozgásának iránya a keletkező feszültség polaritását változtatta, ezt láttuk az előbb is, befelé mozgatva jobbra, kifelé mozgatva balra tért ki a mutató, tehát a mozgás iránya meghatározza, hogy a vezetéknek melyik vége lesz pozitív és melyik negatív. Most megfordítom a mágnest, és a másik pólusát fogom befelé mozgatni. Látható, hogy az előzőekkel ellentétben most balra tért ki először a mutató, és a kihúzáskor jobbra. A mágnes megfordításával a mágneses mező irányítását változtattam, tehát ez is befolyásolja a feszültség polaritását. Most nézzük meg azt, hogy hogyan lehet a feszültség nagyságát változtatni. Ha először egészen lassan mozgatom a mágnest, akkor a mutató kitérése kicsi, ha gyorsan, akkor nagyobb. Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabb a mozgás, annál nagyobb feszültség indukálódik. Ezután két mágnest helyezek egymás mellé, láthatóan taszítják egymást, nem könnyű őket egyforma módon, azonos pólusaikat egymás mellé helyezve tartani. Megpróbálom ilyen módon ugyanezt a jelenséget vizsgálni. Láthatóan nagyobb volt a kitérés, tehát erősebb mágneses mező nagyobb feszültséget indukált. Még egy dolgot tudunk változtatni itt a kísérletben, ez pedig a tekercs menetszáma. Ez, amivel a kísérletet végeztem, 600 menetes tekercs, és ezt most kicserélem, és egy 1200 menetes tekercsel fogom ugyanezt megnézni. Egy mágnessel. Látható, hogy egy mágnessel is jóval nagyobb feszültség indukálódott, mint a másik tekercs esetében. Tehát a tekercs menetszáma, vagyis a feltekercselt vezeték hossza is befolyásolja az indukált feszültséget. Minél nagyobb a menetszám, hosszabb a vezeték, annál nagyobb feszültség keletkezik.